Egy teljesen új építésű 254 négyzetméter alapterületű bölcsődét avattak Kislétán. A polgármester azt mondta, sokan kételkedtek a beruházás sikerességében, aztán kiderült, még a vártnál is nagyobb volt az igény. Vidéken vagyunk. Városon jellemző, hogy bölcsődébe elviszik a gyerekeket, eddig vidéken nem volt erre jellemző, de megcáfoltuk, és nagyon sok gyerekünk van, 20 gyerekünk jelentkezett. Mikor volt a pályázati lehetőség, gondolkoztunk, hogy két csoportszobás legyen, egy csoportszobás, de nem mertük bevállalni a két csoportszobát, pont ebből kifolyólag, hogy lesz rá igény, nem lesz, de már bánom az igazság, és mindenképpen nagyon pozitív az óvoda visszajelzése, hogy azok a bölcsődés gyerekek, akik az óvodába elmennek, teljesen másképp állnak az óvodához, és teljesen felkészültőbbek az óvodai évekre. Kisléta önkormányzata 154 millió forint támogatást pályázott sikeresen az Európai Uniótól, így a szomszéd telkeken lévő óvoda és idősek otthona mellett most már egy csoport szobás bölcsődét is tudnak működtetni. Teljes létszámmal működünk, de 7 gyerekünk van jelen pillanat válólistán. 2 kisgyermeknevelő is egy bölcsődei dajka látja el a napi teendőket. Nagyon-nagyon nagy szükség van rá a bölcsődére. Hátrányos helyzetű településről beszélünk. Itt nem csak a dolgozó szülők gyerekei iratkozhatnak be a bölcsődébe, hanem azok is, akiknek nem dolgoznak a szülei. Jelen pillanat van egy külsős családunk is, aki más településről jön be. Ugye az állam erre is lehetőséget ad, hogy külső gyerekeket is fölvehetünk. Az átadón részt vett Rétvári Bence, a belügyminisztérium államtitkára. Úgy fogalmazott, egyes családoknak az a segítség, ha az édesanyja tovább maradhat otthon, nekik szól a gyes kiterjesztése 3 éves korig. Van azonban olyan család is, ahol azt szeretnék, ha az édesanyja minél hamarabb visszamehetne dolgozni. Abban is segítünk, hogy a magyar állam, ami Európában sem minden országban adott, ingyenesen ellátja a gyerek. Sőt, még ugye a gyerekek 80-90%-a az étkezését is a bölcsődékben ingyenesen kapja meg, és az is fontos, hogy ez nem csak a nagyvárosokban adottság, hanem a kis településeken is. Azt akartuk, hogy ne az befolyásolja valakinek a gyermekelhelyezési lehetőségeit, hogy egy sok tízezeres vagy százeres nagyvárosban él, ahol van bölcsőde, vagy egy pár ezer lelkes kis településen, ahol nincs bölcsőde, mindenhol legyen lehetőség bölcsődébe vinni a gyereket, akkor, hogyha ő dolgozni szeretne, vagy dolgoznia kell. Ezért fontos, hogy 10 év alatt közel dupla pályára nőtt a bölcsődei férőhelyek száma, és ráadásul ma már 3-szor annyi településen érhető el a bölcsődei közszolgáltatás, mint korábban, tehát a kisebb településeken is elérhető, és a bölcsődei intézményeknek a száma pedig 4-szeresére emelkedett országszerte. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy a környéken szinte mindenhol új bölcsődék épültek a közelmúltban. A választókerületben 2018 óta közel 100 programban 13 milliárd forint értékű fejlesztés történt a Fidesz-KDNP kormány jóvoltából oktatási nevelési célzattal. Ebből mintegy 15 bölcsőde épült, illetve újult meg. Most is folyik több bölcsődenek az építése itt a térségben is, Máriapócsra, Nyírbátorra, Nyírlugosra, Újfehértóra gondolok, és Nyírbátor környékén lényegében minden településen, minden nagyobb településen már átadtuk a bölcsődéket. Ma már Piricsén, Nyírgyulajon, Nyírbogáton, Máriapócson, valamint Kállósemjénben is van bölcsődei szolgáltatás.